Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hát így utolsó, az utolsók egyikeként biztos már mindenki szívesen inkább egy pohár kékfrankos kóstolna, talán a székek is már így egész nap után kényelmetlenek, hogy megpróbált nagyon rövid lenni. Arról fogok beszélni, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen miért kutatjuk a szőlőfajtákat, hogyan készítjük elő a szőlőfajta kutatásunkat a jövőre nézve, ezekhez milyen tevékenységek párosulnak ma, és ezt hogyan mutatjuk meg most néhány bor formájában majd az előtérben. Egy olyan ábrát szeretnék itt bemutatni, ami már az előző meetupon is bemutatásra került Zsófi Zsolt kollégám által, hogy amin az látható, hogy bizonyos szőlőfajtáknak mi az optimuma a vegetációs idő átlag hőmérsékletét tekintve, tehát áprilistől októberig. Itt bejelöltem, ez egy, itt az itt látható szerzőknek egy összefoglaló műben közölt ábrája, és én ezt felhasználva bejelöltem rajta a 1991 és 2020 közti átlagot, illetve a 2022-23 év átlagát. És szerintem nagyon megdöbbentő, hogy ez a piros és zöld vonal, ez hol helyezkedik el, hogyha azt nézzük, hogy mi ezeknek a fajtáknak az optimuma. A másik oldalon egy olyan ábra látható, hogy az itt jelzett országokban, Angliában, Kanadában és az Egyesült Államokban mi a bor választásának az első indikátora, és itt az látszik, hogy mindhárom országban a legmagasabb százalékot a szőlőfajta kapja. Tehát ezzel azt akartam volna bemutatni, hogy milyen fontos az, hogy milyen szőlőből készül a bor. Ez meghatározó a piac szemszögéből is, és meghatározó a jelenlegi és jövőbeli termelésünket illetően is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez már első körben motivációt adhat arra, hogy ezekkel foglalkozunk, minél több ismeretanyagot gyűjtsünk össze, és ezek alapján, az ismeretek anyagok alapján döntsünk. Én az előző kerekasztal beszélgetésben és több előadásban is elhangzott az, hogy bizonyos borvidékeknek, vagy az országnak, vagy bormarketing stratégiát illetően, majd eljön az a pont, amikor ki kell válaszolni ezt az egyfajtát, vagy azt a néhány fajtát, amivel majd akkor jó, hatékony ilyen stratégiát tudunk biztosítani, de amikor ezt a döntést meghozzuk, akkor ebből a nagyon-nagyon sok fajta lehetőségből kell majd kiválasztanunk azt az egyet fajtát, vagy annak klónját, vagy bármit, és úgy gondolom, hogy ehhez az kell, hogy ezeket a választási lehetőségeket minél jobban megismerjük. Itt ezen az ábrán pedig azt szeretném még röviden megmutatni, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, amikor arról beszélünk, hogy fajta értékkutatás vagy fajta váltás. Tehát, hogy ez mit akar, mert nem csak azt, hogy cseréljük le a kékfrankost mondjuk sirázra. Ugye idegenhonos fajtákat hozhatunk be, ennek van előnye, például, hogy sok meglévő tapasztalatunk van, tapasztalata van a világnak, tehát nem nekünk, mondjuk hazai szőlőtermelőknek, hanem a világnak róla. Például ilyen volt, amikor a Pinot Noir behozta Gál Tibor az Egri borvidékre, az egy olyan fajta volt akkor, ami jól szerepelte már a borvidéken, és nagyon sok tapasztalatból lehetett meríteni Burgundiából. Más piacon már jelen van, tehát jól lehet kommunikálni, például Magyarországon megjelenik valakinek egy Malbec bora, akkor az egyből a borszeretők között népszerűvé válik, hú, kóstoljuk meg, mert ez egy jó fajta, már Argentinában jókat kóstoltam. De ugye ez nem autentikus sok esetben, tehát például a bikavérben majd nagyon hosszú idő múlva tud csak belekerülni, mert hát a szabályzatba is belekerül, illetve a stílusba bele kell fogalmaznunk borászatilag, úgyhogy ez egy jelenleg nem autentikus dolog, illetve a helyi jelleget kap a fajta, például Egerben van, a Borsa pincészetnek van Sangiovese bora, de az nagyon nem olyan, mint annak az autentikus változata, attól eltérő. Tehát kap egy helyi jelleget, ami lehet jó, de nem biztos. A következő lehetőség a keresztezés. Ugye ez Magyarországon a gyakorlatban inkább a 70-es éveknek a divatja volt. Ugye ez egy nagyfokú adaptációt tesz lehetővé, ez pozitívum, lássuk a Biancát, hát olyan fajta, amilyen, de nagyon ellenáll a peronoszpóránk és a lisztharmatnak, könnyen termeszthető, tehát szőlészetileg egy könnyű fajtáról beszélünk. És ugye van egy másik pozitívum, másik lehetőség ebben, hogyha olyan keresztezési módszert alkalmazunk, mint mondjuk jelenleg a franciák több borvidéken, akkor az autentikus fajtára alapuló hibridet hozhatunk létre, ami megtartja az autentikus fajtának néhány tulajdonságát, például van olyan hibrid chardonnay, ami már champagne-okban alkalmazható, tehát ez egy pozitívum, de ugye negatívum vagy korlát az, ami a Biancánál ott vagy borászatilag nem az egy nem annyira értékes szőlőfajta, hiába van hatalmas felülete jelen az országban.
Illetve ugye ezeknek az új fajtáknak, például egy hibridnek, hogyha mondjuk csinálnánk egy ilyen szuper furmint vagy kékfrankos hibridet, nagyon-nagyon hosszú idő, mire elterjed. Tehát ez is egy nehéz negatívuma. Régi hazai fajták. Ugye elég divatos, hogyha egy nagyobb borászat kijön egy régi fajtával, akkor az is általában népszerű lesz. Én is nagyon szeretem őket kóstolni, bele tudom élni magam így a történelmi hagyományokba. Például ilyen volt a csókaszőlő, talán az egyik első volt, de mondhattam volna bakatort is, vagy bármely más ilyen fajtát, ami így úgymond reneszánszát éli. És ugye ez jól kommunikálható, nagyon jó történeteket lehet hozzá mesélni, és ez így könnyűvé teszi a piacra való bevezetését, meg az emberek talán érdeklődnek iránta, de negatívum az, hogy kevés információ áll rendelkezésre azokról, hogy kevés hiteles információ áll rendelkezésre, hogy ezek a fajták, melyik borvidéken, hogyan működtek, hogyan lehetett jól termelni, milyen volt a bora, és vannak fals információk is. Lássuk a nagy burgundi kérdéskörét Egerben, ha ez valakinek nem ismerős, orvosa Csutorás Ferencnek a Bikavér könyvét, és abban ez ki van fejtve részletesebben. Illetve ugye megváltoztak a termelési módok, tehát például a csókaszőlőt modern módon termelni úgy, hogy mondjuk egy ilyen közepes hozammal, egy közepes kategóriai bornak nem igazán lehet, a csókaszőlővel inkább egy alacsonyabb termés átlagot lehet elérni. Ugye az utolsó ilyen lehetőség, és ezzel kapcsolatban lehet majd borokat kóstolni az előtérben, az a klónszelekció. Ugye a klónszelekció az abban az pozitívum, hogy nem kell a fogyasztónak új fajtát megismertetni. Tehát ugyanannak a fajtának egy másik változatát fogjuk mutatni, ez úgymond egy benfentes információ, hogy mi klónt váltottunk. Természetesen lehet kommunikálni, mert egyébként az edukált borfogyasztók körében viszont nagyon népszerű ez a téma. És ugye a fajtaváltás, vagy hát a klónváltás ebben az esetben, az lehet folyamatos. Tehát én le tudom cserélni úgy az ültetvényeim egy részét, hogy a bor szortimentben semmi változás nem történik. És ez egy nagyon kényelmes dolog, mert csak a szőlészeti oldalát érinti a vállalkozásnak, és az értékesítést nem. Ugyanúgy ezeknek a fajtáknak ugye az adaptációja az korlátozott, hiszen azért nincsen olyan klón, ami merőben más jelleget ad, mondjuk máshogy tolerálja az extrém időjárást, vagy máshogy viszonyul a kártevőkhöz, kórokozókhoz, mint egy alapváltozata úgymond annak a fajtának. Például nézzük meg Bordeaux-ban, ugye az a kettős kérdés merül föl sok termelőben vagy kutatóban, hogy vajon a fajtákat lehet-e cserélni Bordeaux-ban, ahol ez nagyon jól meghatározott, vagy tudunk-e olyan klónt találni, ami megfelelő lesz. Ez egy mai napig vitatott kérdés, eldőlni látszik, de még vitatott. Illetve ugye ezzel, hogyha nagyon erős klónokat kiválasztunk, mint például a KT1-es kékfrankos klónt, ugye eltelepítette az egri borvidéke az elmúlt, tehát egy régebbi időszakban, akkor az lehet egy a biodiverzitás csökkentő tényező, hiszen azért valljuk be, szerintem sokan úgy gondoljuk, hogy nem ez a legjobb klónja a kékfrankosnak, vagy nem ezzel lehet a legnagyobb sikert elérni. Nem rossz, de ettől lehet jobb. Úgyhogy ez is egy negatívuma a klónszelekciónak. Ezt a négy dolgot, vagy ezt a nagyon sok dolgot szeretném összegezni azzal, hogy mi egy olyan kutatási tervet, hosszú távú tervet dolgozunk ki, és ez nem is egy konkrét projekt, hanem egy tényleg hosszú távú cél, ami ennek mind a négy területen adhat információt, és ennek a kombinációjaként képesek lehetünk arra, hogy egy adott pillanatban, amikor döntést kell hozunk, jó döntést hozzunk, és minden információval el tudjuk látni a termelőket és a fogyasztókat. Itt még szeretném bemutatni azt a listát, hogy a közeljövőben tervezett génbanki fejlesztésünkben milyen típusú fajtákból hány új változatot szeretnénk elhozni Egerbe. Ezek nem feltétlenül unikálisak az országban, tehát lehet, hogy más szőlőgénbankban jelen vannak, de úgy gondoljuk, hogy Egerben is fontos, hogy jelen legyen, úgyhogy egy ilyen bővítést tervezünk, ez nekünk kiemelt feladatunknak érezzük, és itt két ilyen rövid lista látható arról, hogy milyen klónok, kísérleti borait lehet majd az előtérben kóstolni.
Kékfrankos klónokat hoztunk elég sokat, ebből van kettő olyan, ami Egerből általunk gyűjtött, az egyik a Szentendre a birtok Ferenchegyi ültetvényeiből, a másik pedig Csutarás Ferencnek a 68-as kékfrankosa, illetve hoztunk egy olyan kísérletet, ez csak érdekesség, csak hogy még több bor legyen az asztalon, hogy ugye a talajtakarás most sokaknak kötelezővé vált az AKG miatt, és talán többen érdeklődnek iránta, mint a tavalyi években, és így egy vetett sor közül, egy természetes gyomflóra és egy művelt sor közül ugyanaz a kékfrankos, Cabernet Sauvignon ültetvényben három bort bemutatunk, hogy lássuk, hogy ez milyen különbséget adhat. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó kóstolást kívánok nem csak ezekhez a borokhoz, hanem a termelők által hozott kékfrankosokhoz is. Nekem a záró szó jut. Azt kérték, hogy nagyon rövid gondolatot mondjuk a kékfrankosról, mert már kint vannak a borok. Nagyon hasonló a történet, mint ami Györfi Zoli barátom elmondott az olasz rizlinggel kapcsolatban, miszerint körülbelül ugyanakkor került be a monarchia területére, mint az olasz rizling. A nagy lexikonok szerint nem tudjuk, hogy egészen pontosan mi az eredete. Monarchia beli fajtának tartják. Egészen pontosan a 19. század közepén, 1850-es évek körül volt az első hivatalos leírat róla Ausztriában, és kb. 20 évvel később Magyarországon. A legutolsó DNS kutatások szerint nagy valószínűséggel Ausztriához és azon belül Steiermarkhoz lehet kötni magát a fajtát. Egy biztos, ez egy regionális fajta, miszerint Közép-Kelet-Európa legsűrűbben telepített nem világfajtája, ami egészen pontosan úgy néz ki, hogy megközelítőleg olyan 15 ezer hektár körül van a környező országokban ebből a szőlőfajtából, és ennek több mint a fele az Magyarországon van. Tehát amikor az Attila említette a kitörési pontokat, és hogy az osztrákoknak könnyű volt a zöld veltelinivel, mert gyakorlatilag az össztelepítéseiknek több mint 30%-a zöld veltelini volt, hát ha kék szőlővel akarunk valahova eljutni, akkor az egészen biztos, hogy a kékfrankos nem lehet megkerülni. Ugyanis ez az a szőlőfajta, ugyanúgy, ahogy Zoli említett az olasz rizlingnél, ami, ahol kék szőlő telepítés van az országban, ott mindenhol van kékfrankos. Egy nagyon jól beérő fajta, nagyon szeretnek vele dolgozni a szőlészek, borászok, úgynevezett nagyon jó vázbor, remekül viselkedik házasításokban, viszonylag magas a természetes savszintje, közepes a tanninja, közepes a teste, egy átlagos, közepes aromaintenzitással rendelkezik. Az aromáját tekintve leginkább, miután magas a sava, elsősorban az ilyen primer fanyar, pirosgyújós gyümölcsök, megy, ribizli, málna, cseresznye az, ami meghatározza. Viszonylag fűszeres fajta, amiben szintén jól lehet kombinálni a házasításokban, kicsit ilyen rózsaborsos karakter van benne, nagyon jól érlelhető, azaz minden adott ahhoz, hogy egy olyan fajtánk legyen, amit lehet kommunikálni, ha lehet így mondani, borvidéki szinten is, és esetleg országos szinten is. Magyarország a legtöbb rozé alapanyagát a kékfrankos adja, a sav miatt, illetve van, ahol fajtaszőlőként van, fajtabort készítenek belőle, Sopron, Szekszárd, Eger, Mátra, még akár azt kell, hogy mondjam, naturborban is van olyan, amit bármikor asztalra mernék tenni belőle, és ne felejtsük el, hogy a két legismertebb borvidéki márkának, ha lehet így mondani, a Egri és a Szekszárdi Bikavérnek az alapszőlő fajtája. A szabályzás máshogy szól a két borvidéken, de alapjában a végeredmény ugyanaz, hogy a kékfrankosnak kell lennie meghatározó fajtának. Úgyhogy amikor azon gondolkozunk, hogy nemzetközi szinten milyen kitörési pontok vannak, akkor azért hozzá kell tegyem, hogy igaz, mi 70%-ban fehér szőlőtelepítéssel rendelkezünk, de nem a Bianca a legsűrűbben telepített szőlőfajtánk, abból van 5700 hektár, hanem a kékfrankos, már abból van 7300. Úgyhogy, és azt mutatják a példák, amiket majd most kimegyünk és megkóstolunk együtt, hogy gyakorlatilag minden kategóriában lehet belőle bort készíteni. A rozétól, a fajtaboron keresztül, a Grand Superior vagy Premium Bikavéren át gyakorlatilag nincs olyan kategória, amire ne lenne alkalmas, azaz elég komoly potenciál van benne. Azon lehet vitatkozni, hogy melyik arcát kommunikáljuk kifelé a piacon,
de azt gondolom, hogy ha egyszer pont kerül ennek a végére, és megtaláljuk, hogy mik azok a szőlőfajták, amiket ki akarunk törni a nemzetközi piacra, a kékfrankosnak egészen biztos, hogy ott van a helye. Úgyhogy nagyon jó kóstolást kívánok, és nagyon szépen köszönjük az egész napos figyelmet. Köszönjük szépen!